egészség szavakban. Ez volt a Terma Hotelben megvalósuló esemény mottója. A szervezők minden évben más témákkal készülnek. Földes Henrietta például a HBTO módszerről beszélt, amely több esetben is alternatívát nyújthat az amputálással szemben. Az utóbbi időben több egészségügyi dolgozót ért rágalmazás, ezért a mentális egészségük szintén szóba került. Az egészségügyi dolgozók nagyon odaadóak, nagyon sok a munkájuk, 24 órát dolgoznak, vagy vannak nehéz műszakjaik, és tényleg úgy van, hogy nem csak a beteggel kell foglalkozni, hanem ugyanúgy az egészségügyi dolgozókkal, akik vagy kiégnek, vagy egyszerűen olyan stresszben élnek, hogy ennek is hangsúlyt kell adni, és foglalkozni kell velük. Nagyon örülök, hogy ezeket a tapasztalatokat, amiket majd itt szereznek, majd tovább viszik a más kórházakba. Feldmár Péter nőgyógyász a termékenység megőrzéséről és az ezzel kapcsolatos lehetőségekről beszélt. Többek között az anti-Müller hormonról, amelynek vizsgálata a 30 év feletti nőknél képet adhat a petefészek működő képességéről. A téma más vonatkozásairól is tájékoztatást nyújtott. V súčasnosti stúpa úspešnosť onkologickej liečby u pacientok a zároveň aj úspešnosť metód asistovanej reprodukcie. Preto je téma zachovania fertility u žien v reprodukčnom veku, ale aj u adolescentiek a detí veľmi aktuálna. A tých možností je viac. Budem rozprávať o mrazení ovariálneho tkaniva, ktoré už bude dostupné aj na Slovensku. A rendezvénynek mintegy 250 résztvevője volt, akiknek egy része a Dunaszerdahelyi járáson kívülről érkezett.